Az NB1-es labdarúgó bajnokság 20. fordulójában a sereghajtó szombathelyi Svitelszki Haladás a bajnoki címvédő Debrecen együttesét fogadta közel 2000 néző előtt a Rohonczi úti stadionban. A zöldfehér együttesből eltiltás miatt hiányzott az utóbbi időkben határozottan jó formában futballozó Németh Mário és Rafael Alcibiade. Ennek ellenére a találkozó 33. percében Szentes Lázár együttese szerezte meg a vezetést. Gál beadása Radó közreműködésével Martínez elé került, és a légiós magabiztosan értékesítette az ígyszert. Nem sokkal a félidő lefújása előtt dupláznia is sikerült a szombathelyiek támadójának. A 42. percben egy baloldalról érkező szögletet bólintott szép mozdulattal a rövid felsőbe, ennek köszönhetően pedig a szombathelyiek már 2-0 arányban vezettek az első 45 perc végén. Térfélcserét követően Radó akár el is dönthette volna a meccset, de nagy helyzetben kapu fölé bombázott. A folytatásban aztán inkább mezőnyjáték alakult ki, a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A 72. percben megfogyatkoztak a vendégek, ugyanis Brükovicsot a játékvezető második sárgalappal kiállította. Ezt követően pedig a vendégek már nem tudtak, míg a Haladás nemigen akart változtatni az eredményen. Így a szombathelyiek 2-0 arányban nyerték meg a találkozót, a zöldfehérek a sikernek hála feljöttek a tabella 14. helyére, ami már bentmaradást jelentene. A Haladás legközelebb pénteken a Paks otthonában lép pályára bajnoki mérkőzésen.